A járművek kölcsönbeadása először Amerikában jelent meg, a 20. század elején. Akkor még nem volt annyira általános, mint napjainkban. Csupán azok vették igénybe a szolgáltatást, akiknek egy-két órára vagy napra volt szükségük autóra. A turizmus fellendülése, különösen a II. Világháború után viszont meghozta az autókölcsönzők elterjedését. Egyre több helyen és egyre jobban felszerelt gépjárművet lehet ma már bérelni, kezdve az egyszerű alapmodellektől a luxus kategóriájú limuzinokig. Természetesen a személyautókon kívül is lehet bérelni teherautókat, buszokat, mezőgazdasági járműveket, sőt légi utazásra használatos repülőket is. Magyarországon csupán az 1960-as években indult el a járművek bérbeadása. Jelenleg több mint 10 nemzetközi cég tart fenn irodát hazánk több nagy településén. A járműkölcsönző legfontosabb feladata a járművek megrendelése és azok bérbeadása, új módon, hogy nyereségesen működjön az üzlet. Fontos kritérium, hogy színvonalas szolgáltatást nyújtson elérhető áron, amiért a vevők visszatérnek hozzá. A járműveket mindig a piaci igények figyelembevételével szerzi be, rendeli meg. Minden esetben köteles nyilvántartást, dokumentációt vezetni a kiadható és kiadott járműparkról, hogy tisztán lássa a még szabadon igényelhető készletet. Igény szerint üzemanyaggal feltöltve az adott címre szállítja a járművet. Kezeli a pénzügyeket, valamint ellenőrzi a visszaszállított járművek állapotát, szükség esetén elvégezteti a szervizmunkákat. Folyamatosan tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel és a szabályszerű üzletmenet biztosítása érdekében egyeztet a hatóságok képviselőivel. Nagyobb cégeknél előfordul, hogy ő választja ki a munkatársait, dönt feladatkörükről és beosztásukról is. Azért választottam ezt a pályát, mert az autók szeretete az már gyerekkorból származik. 2 éve kerültem az autókölcsönzős szakmába. Rengeteg szépsége van ennek a szakmának, van néhány negatívuma. Pozitívum, ugye rengeteg ügyféllel tartjuk a kapcsolatot, rengeteg problémát kell megoldanunk, minden nap egy új kihívás. A kapcsolati tőke az autókölcsönzésben egy elsőrendű fontosságú, hiszen ez egy igazi bizalmon alapuló szolgáltatás. A járműkölcsönzőnek jól kell ismerni a bérbeadásra szánt autók állapotát és technikai paramétereit. Emellett fő munkaeszköze a telefon és a számítógép, illetve az ezekhez kapcsolódó irodai eszközök, melyek a dokumentáció elkészítését könnyítik meg. A járműkölcsönzői tevékenység a legtöbb esetben megköveteli az önállóságot és a jó üzleti érzéket. Fontos, hogy a kereskedő magas szintű kommunikációs képességgel rendelkezzen. A jó szervező képesség birtokában tudja menedzselni a bérléseket és optimálisan növelni a forgalmát. Elvárás, hogy a tervezett költségekkel hatékonyan gazdálkodjon, annak érdekében, hogy a munkáltatója által elvárt nyereséget biztonságosan tudja teljesíteni. Ennek érdekében elengedhetetlen a vállalkozói kompetencia. A járműkölcsönző szakemberrel szemben fontos kritérium, hogy minden esetben ápoltan és igényesen jelenjen meg munkahelyén. Ugye egy úton levő bérautóval szinte bármikor bármi történhet. Nem kell rögtön nagy karambolra gondolni, lehet egyszerűen csak egy defekt, lehet az, hogy a bérlő előbb adná vissza, lehet az, hogy később adná vissza, de van rá már egy következő foglalás. Illetve hát a szezonalitás is tényleg egy olyan komoly kihívást jelent, amit megfelelően kell tudni kezelni. A járműkölcsönző elsősorban irodai munkát végez, kezeli a telefonokat és nyilvántartást vezet az ügyfelekről, illetve azok igényeiről. Munkavállalóként heti 40 órát kell dolgoznia, a munkaideje a nyitvatartáshoz igazodik. A járműkölcsönző ideje nagy részét az irodában tölti, ezért az ülő munkából adódó mozgásszervi panaszokon kívül nincs kitéve ártalmaknak. Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás olykor stresszes lehet. A járműkölcsönzőnek egészséges és épp mozgásrendszerrel kell rendelkeznie, emellett fontos a jó állóképesség is. Tisztán és érthetően kell kommunikálnia az ügyfelekkel, ezért épp hallás és tiszta beszéd szükséges. A járművek irányításához mindenképpen jó látással kell bírnia. A munkakörnyezet ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével látás- és hallássérült személyek is betölthetik az állást. Ebben a szakmában az ügyfél az első. Nagyon fontos számunkra, hogy 100%-osan kielégítsük az ügyfeleknek az igényeit, mivel
fontos számunkra, hogy visszatérő ügyfelek legyenek, mivel ezt a szakmát ők tartják el. A járműkölcsönzőnek minden esetben kell rendelkeznie érettségivel, vagy egyéb középiskolai végzettséggel. Előnyben vannak a kereskedelmi végzettségű szakemberek. A kereskedő szakképzés szakközépiskolában és iskolarendszeren kívüli képzésben egyaránt megszerezhető. A hallgatók elsajátítják az értékesítés, a marketing és a vállalkozási ismeretek alapjait. A szakképzettség birtokában az árucsoportoktól függően számos kereskedésben el lehet helyezkedni. A járműkölcsönző esetén szükséges, hogy rendelkezzen olyan igazolványokkal, melyek feljogosítják a bérbeadandó járművek vezetésére. Rokon szakmaként a bolti eladót említhetjük. A legfőbb nehézségei általában az ügyfelek, akik ugye mondjuk összetörnek egy autót, vagy esetleg nem tudják hirtelen a helyszínen elindítani, akármi probléma adódhat egy autóbérlés során, ugye amit mindent meg kell oldanunk. Azon fiataloknak tudnám ajánlani az autók kölcsönző szakmát, akik azon túl, hogy az autók felé vonzódnak, szeretnék magukat kipróbálni egy teljesen komplex környezetben. Itt messze nem arról van szó, hogy szép, új, tiszta, klímás autókkal jövünk, megyünk, hanem ez egy bizony nagyon-nagyon komplex szolgáltatás. A járműkölcsönző keresete a statisztikai adatok alapján bruttó 120 és 170 ezer forint között mozoghat, de természetesen a kiemelt turisztikai nevezetességek körül ez még több is lehet. Jelenleg Magyarországon az elhelyezkedéshez jó feltételek vannak biztosítva. Előnyt jelent az idegen nyelv ismerete, főként a turisták által látogatott helyeken. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.